majd később is egy kicsit bekapcsolódik, mondhatnám, egy kicsit tandembe fogunk prédikálni, de néhány szót mondanék róla. 48. éve szenved engem, mint a férjét. Nagyon rossz egy olyan, vagy nehéz egy olyan embernek a feleségének lenni, aki látnok, aki nem törődik bele abba, ami most van, és nem a múlton rágódik, hanem valamit lát, hogy valami közeledik. Ez általában egy magányos életforma, de örülök annak, hogy az Isten mellém rendelte őt, és elhordozott engem. 3 fiút szült nekünk, 4 lett volna sajnos egy elabortált, így aztán nagy reménységgel várjuk azt, hogy azok a kisbabák, akik már magzati állapotban készülnek erre az életre, egyrészt nagyon sok jó hatást kapjanak az édesanyjukon keresztül, valahogy úgy, ahogyan Mária is, meg Erzsébet is Szentlélekkel telve hordta a magzatot, ők is így Szentlélekkel telve hordozzák azokat a magzatokat, akiket Isten ennek a világnak akar ajándékozni majd, ugyanis egy határozott céllal fogantak meg, és egy határozott céllal fogják leélni az életüket, megvan már a helyük, megvan a funkciójuk. Mi is imádkozni fogunk értük, hogy ez a cél, ez megvalósuljon az életükben. Kérem Editkét, hogy néhány szóval köszöntsön benneteket. Az Úr áldjon meg benneteket, békesség mindenkinek. Én már nagyon régóta vágyódom, hogy egyszer itt legyek közöttetek, de amikor a férjem itt volt mostanában, akkor éppen a fiúknál voltam kint Amerikában. És előtte pedig nem tudom megmondani, 20 éve, vagy nem tudom mikor voltam itt ebben a városban. A Kodály intézetben voltunk akkor, úgyhogy nem gyülekezetben sajnos akkor sem. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy most eljöhettem és láthatlak benneteket, mert 2 hét múlva már kint leszünk a fiainknál Amerikában. És nagyon megbizsergette a szívemet és könnyeket csalt a szemembe, amikor énekeltük az első fiam énekét, amit a kórházban írt. 13 ilyen dalt írt a kórházban. Hogy kezdődik? Nem ugorik be az eleje. És a Krisztián fiunk, a 3. fiunk zenésítette meg, és lett belőle egy kazetta, egy CD. Vétkeink miatt kapott sebeket, igen. Ezt kórházba írta, leukémiás volt, és a steril szobában a gitárt beengedték, hogy bevegyen, de nem tudta, tehát erősíteni nem erősítette, csak úgy natúron játszotta rá, és aztán ebből dolgozott a 3. fiunk, miután ő elment az Úrhoz. Hát ez egy szomorú dolog, de öröm is egyben, mert jó élete volt, szép élete volt, az Urat szolgálta, és hát nem erről akartam beszélni, de ez valahogy úgy kibudjant belőlem. Nagyon hálás vagyok az Úrnak még egyszer, hogy itt lehetek, és remélem, hogy egy páratokkal még beszélgetni is fogok tudni, hogy ismerkedjünk is. Áldjon meg az Úr benneteket nagyon. Amen. Köszönöm szépen. Annyit mondanék még arról a CD-ről, ami kiadatlan, egyszer talán majd megjelenik, hogy ennek a címe A halál árnyékának völgyében. Néhány nappal a halála előtt énekelte föl kazettára Zsolt fiunk, és ennek a dalnak, amit itt is énekeltetek, ennek az első verziója innen néhány kilométerre Nagykörösön született az ottani gyülekezetben, és annak egy feldolgozott változata van rajta a CD-n. Amikor az még kicsi gyülekezet volt, akkor ott voltunk missziói alkalommal, és ott hallottuk először mi is, a szülők is, meg a gyülekezet többi tagja is ennek a dalnak az első megszólalását. Ezzel már ott is vagyunk a témánk bevezetésénél, ugyanis a tömeg számára diadalmenet volt az, ami Jézus számára a halál árnyékának a völgye. Úgy mutatja be János apostol ezt az utat,
hogy arccal elindult Jeruzsálem felé. És közben háromszor is kijelentette, hogy mennyit kell szenvednie, és milyen sors vár rá, hogy megfeszítik. És a tanítványok értetlenkedtek, végig értetlenkednek. Itt a bevonulási alkalommal az egész tömeg nem érti, hogy mi történik. Ők ugyan hallelujáznak, hozsannáznak, dicsőítik a királyt, de a saját elképzeléseiket emelik magasra, mert az ő elképzelésük az volt, hogy Jézus majd megszabadítja őket a római iga alól, ahogy az egyik költőnk mondja, a zsidó nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, ugye? Ezt egy kicsit aktualizáltam. Ez volt az álmuk, és Jézus arccal Jeruzsálem felé fordulva, lélekben felkészülve, nem csak most készül a diadalmenet alatt, úgy is mondhatnám, hogy az ellenpontja az egésznek. A nép dicsőíti őt, felemeli őt. A farizeusok ellenszólamként már készülnek arra, hogy hogyan tudják őt eltenni lábalól, már megegyeztek Pilátussal, meg Heródessel is összefogtak. A tanítványok diadalmenetbe gondolkodnak, és ami kimaradt itt a Máté szövegéből, Lukács adja hozzá, hogy miközben a nép újjong és hozsannázik, Jézus sír. Sír Jeruzsálem felett. Ez az ő cselekvése ez alatt, a bevonulás alatt. A nép újjong, mert azt képzeli, hogy majd a szamár csikóból hirtelen harci szekér lesz, a korabeli legkorszerűbb harci eszköz, és az alázatos Jézusból pedig hadvezér lesz, és ő pedig úgy akar győzni, hogy halálba adja magát. Ahogy János evangéliumánál olvassuk, mikor a görögök jönnek hozzá, hogy találkozzanak vele, ő így mutatkozik be. A gabona mag, ha nem hal el, egy maga marad. De ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Jézus ezen az úton, a bevonulása során készül a gyümölcs termésre, készül a meghalásra. Ez az ő cselekvése virágvasárnap alkalmával. És annak ellenére, hogy most mindenki azt várná, hogy én most kifejtsem ezt az egész virágvasárnapi témát, ez csak felvezetés nekem, ugyanis a múltkor félbe maradt prédikációmat szeretném egy kicsit továbbvinni, és aztán majd, ha egyszer hazajövünk, akkor jön a harmadik fejezet, és így tovább. Mert ennek is ez a lényege. Jézus Krisztus ugyanis szeretne örülni a gyülekezet felett, itt a kecskeméti gyülekezet felett is, és minden magyar gyülekezet felett, különféle felekezetekben, egyházi szervezetekben élő gyülekezetek felett örülni akar. A kérdés azonban az, hogy a mostani állapotunk miatt Jézus örül, újjong vagy sír. És majd meg kell adnunk személy szerint is a választ erre a kérdésre, és az Úr be fogja bizonyítani, hogy örül-e annak, amiben vagyunk, vagy nem. És most jutottunk el oda, hogy az alapigét idézném. Az első korintoszi levél, ugyanaz, amiből indultunk, 12. fejezetének a 27. versét olvasom, illetve fejből idézem. Ti, kecskeméti pünkösdi gyülekezet, Krisztus teste vagytok itt ebben a városban, és tagjai részszerint. Később majd kérdőmondattá formálom,
ti, kecskeméti pünkösdi gyülekezet, Krisztus teste vagytok, és tagjai, rész szerint. Ugyanis nem az a lényeg, hogy mi mit mondunk magunkról, hanem az Úr mit mond rólunk. Ugye a Jelenések könyvébe olvasunk két gyülekezetről, és ezeknek a gyülekezetnek elég jó véleményük volt saját magukról, viszont az Úrnak meglehetősen sarkos és tőlük eltérő véleménye róluk. És ez a döntő. Mert mi magunkat nem látjuk igazán, mi csak tükör által homályosan látjuk magunkat is, de az a lényeg, hogy az Úr mit mond rólunk, és a lélek mit sugall nekünk, hogy milyen állapotban vagyunk. És ne akar magyarázkodni, ne akar megmondani az Úrnak, Uram, rosszul látod. A szemgyógyító ír nem az Úrnak kell, soha nem neki kell, hanem nekünk mindig is. Ha nem egyezik a mi látásunk az övével, akkor nekünk van szükségünk a szemünk gyógyítására. És azt kérem az Úrtól, hogy miközben hallgatjátok az igét, mindenki vizsgálja magát, és kérjen az Úrtól gyógyulást a látásra, és készséget a változásra. Ti Krisztus teste vagytok. Az Új Szövetség, amikor gyülekezetről beszél, nem ismeri a mi egyház, nagy egyház, népegyház fogalmainkat. Ez nem létezett. Spirituálisan ma sem létezik. Ugyanis Krisztus testét csak helyileg lehet megjeleníteni. Az embereket nem érdekli az, hogy mekkora nagy egyházi szervezethez tartozunk. Ugye mi sokszor pünkösdiek eldicsekedünk azzal, hogy milyen sokan vagyunk. Mint egy 500 millióra tehető a pünkösdieknek a száma világszerte, és azzal is dicsekszünk, hogy micsoda dinamikus növekedés van. Arról elfeledkezünk, hogy Európában nincs, Európában nagyon-nagyon kicsi szorványként vagyunk csak jelen, még Romániában is, pedig 20-szor annyian vannak a létszám arányosan, mint itt Magyarországon, akkor is szorvány, és vannak bizonyos területek, ahol viszont eléggé dinamikusan jelen van. Nem csak az imaházakban, hanem a társadalomban is. A problémák helyszínén is. Az egyes ember krízis helyzetében is ott van a gyülekezet. Hogyan néz ki ez a gyülekezet? Ez a gyülekezet nem egy elméleti valami, nem gondolatban létezik, hanem valóságosan. Úgy is mondhatnám, hogy három dimenzióban. És ezt ebben a fejezetben, a 4., 5. és 6. versben fejti ki Pál apostol, és itt most három görög szót tanulunk meg. Az első görög szó karizma, ajándék. A másik a diakónia, a felszolgálás. A pincér, aki visz valami finomat, élvezetes dolgot a vendégnek, és a harmadik energia, energéma, tehát így van a görög szövegben, energia. És azt mondja Pál apostol a 4. versben, hogy különbség van a karizmákban. Tehát a Krisztus testén belül különféle ajándékok működnek. És különbség van a felszolgálás módjában, a diakóniában is, a szolgálatokban is, és különbség van az energia megnyilvánulásokban is. De emögött a különbség mögött ott van az egységet biztosító Isten, a Szent Háromság egy igaz Isten. Mert különbség van az ajándékban, de ugyanaz a lélek, aki mögötte van. Különbség van a diakóniában, de ugyanaz az Úr, aki megbízást ad a felszolgálásra, és aki adja azt, amit felszolgálhatok. Hogy ne magadat add, a magad bölcsességet, a magad élettapasztalatát, a magad jó szándékát, a magad szeretetét. És különbség van az energia megnyilvánulásokban is.
de ugyanaz az Isten adja azt az energiát, ami nagyobb, mint bármilyen atomenergia, vagy nukleáris, vagy akármilyen fúziós energia, sokkal nagyobb. Ezt az új szövetség, ez a negyedik szó, amit most megtanulunk, agapé, így nevezi. Az a szeretet, amire Gyökösi Endre azt mondja, hogy annak ellenére szeretet, vagy csak azért is szeretet, ilyen módon próbálja magyarázni azt, amit nem lehet megmagyarázni. Ami nem úgy van, nem üzleti alapon működik, ha te adsz nekem, akkor én is adok. Amennyit te adsz, én is annyit, vagy legalább annyit adok. Nem, nem erről szól. Majd erre mi később visszatérünk. Különbség van, de egységet biztosít az Isten jelenléte. Azonban ez az egység nem természetes. Ezt ugyan ajándékba kapjuk, azt mondja Pál az Efézus 4-ben, igyekezzetek megtartani a lélekben való egységet. Tehát nem megteremteni, ezt ajándékba kapjuk. De ez elromolhat, ez lebomolhat, ez megszűnhet, hogyha jön az emberi meg a sátáni tényező, ha az önzés helyet kap. Ez tehát adott. Isten azt akarja, hogy egységben, nem egyformaságban, egysíkúságban legyünk. És itt kérem most Editkét, hogy jöjjön és olvasson föl egyik barátomnak egy igen jó könyvéből egy részletet. Szigeti Jenőnek hívják, nem rokona Lászlónak, aki nekem professzorom volt, aztán én voltam az ő tanára, aztán tanártársak lettünk, és végig testvérek voltunk, és barátok a mai napig is. Ott folytatjuk, ahol előtte abba hagytuk, nemrég rádióadásban közösen nyilatkoztunk meg, és bár nem beszéltünk indián témáról, teljesen egy hullámhosszon voltunk, nem beszéltünk cigány témáról, de kiderült őről is, hogy ő is tiszteletbeli cigány, régebben, mint én is az vagyok. Az ő egyik könyvéből légy szíves, olvassál föl néhány gondolatot. Ez az egység és az egyformaság témaköréből való. A tulajdonság nélküli ember. A 21. század legnagyobb hőstette embernek lenni és maradni. Miért? Mert agyon ideologizált közösségekben kell megvívnunk személyes hitünk szabadságharcát. A lélek egységét elvesztettük, és helyette az emberi tulajdonságok egységét akarjuk megvalósítani, de saját kaptafánkra igazítjuk. Miénk lett a valóság, és elveszítettük álmainkat. Pedig aki álmait elveszti, az a valóság egy lényeges részét veszítette el. Létrejött tehát az álom nélküli, íztelen, szaktalan, színtelen, tulajdonság nélküli ember. Jól kezelhető, uszítható és fékezhető, manipulálható és mindenféle módon saját érdekeivel is szembefordítható torz lény. Ő a biorobot, a globalizált ember, korunk hőse. A biorobot nem hisz, csak elhisz. A hit Jákob birtkozása az angyallal, az elhívés szellemi gondatlanságból elkövetett vétek. A hit az egyenként felszabadítja a közösséget. A hiedelem pedig, mint hamis hit, megkötöz. Tömegmagányosságunk oka az, hogy a tulajdonság nélküli tömegember alkalmatlan a hitre, ezért üresednek ki a közösségek. Egy megdöbbentő ellentmondás az, ami mai világunkat folytogatja.
A nyugati társadalom kialakította az egyenlőség fogalmát, amit az emberi önzés egyre inkább a másik ellenére fogalmaz meg. Mindenkivel egyenlő vagyok, ezért senkinek se tartozom semmivel. Ez az egyenlőség karikatúrája, mely már a vallást is elérte. Az apostoli korban a gyülekezet közösség volt, ma a vallás magánügy, igen helytelenül, a belső világ privát szférájának egy része. Így lett korunk szentje az én. A keresztény közösség olyan, mint egy doboz színes kréta. Van benne hegyesre faragott és tompa, van benne töredezett és van benne ép, és mindegyik más-más színű. Mégis beleférnek a dobozba, mert az az ő helyük. Ostoba ember az, aki jó vagy rossz ízlése szerint rangsorol, válogat. Helyette a kréták értelmét, célját, használhatóságát kell felfedeznie. Egyéni életdobozomban is azt kell észrevennem és tudnom, hogy a másik én értem más színű, de egy közös célért, a szolgálatért. Szolgálni azt jelenti, hogy az egyszerűségem és egyszeriségemben nagyszerűséget vállalok, hiszen használni akarok, és nem uralkodni. Adja az Úr, hogy megértse mindenki. Amen. Kezdjük mindjárt ezzel a szójátékkal. Egyszerűség. Ez azt is jelenti, hogy nem kell magunkat ünnepelni. Se egyénként, se családként, se gyülekezetként, vagy egy kegyességi irányként. Nem kell ünnepelni magunkat. A magunk egyszerűségével kell megjelennünk, és megjelenítenünk az evangéliumot. Ez nagyon lényeges. De azt is jelenti, hogy mindenki, aki itt jelen van, egyedi, egyszeri. Isten ugyanis nem futószalagon teremt embereket, hanem saját kezével formálja a mai napig is. Egy határozott céllal születünk meg, egy küldetésre születünk meg. És ez ebben a nagyszerű, hogy ez az egész, a sok egyedileg megformált ember, akik különben semmiféle szervezeti forma szerint nem igen illenek össze, tehát ha vesszük a világi szerveződési formákat, alapítvány, egyesület, baráti társaság, politikai párt, és így tovább, egyikben se illenénk bele, mert mindenhol mit várnak el? Hogy egyforma kockafejűek legyünk, vagy ellipszisfejűek legyünk, egyforma dogmánk legyen, egyforma módon közelítsünk, egyforma érzelmi reagálásunk legyen. Sajnálatos módon a legtöbb egyház is így gondolkodik, ahhoz, hogy felvegyenek téged valahova egy adott egyházba, betéve kell tudnod a katekizmusát, vagy a dogmáját, levizsgáztatnak belőle, és hogyha valamilyen ponton máshogyan gondolkodol, akkor nincs helyed ott. Ugyanez a helyzet. Ha valaki neked szimpatikus, akkor kinéznek már onnan. Ugye a világban ez van. Családok szakadnak szét, mert azt gondolják, hogy az egysíkúság, a teljesen egyformaság, ez az emberi élet igazi célja, és akkor lesz az ember igazán boldog, hogyha mindenben teljesen egyformán fogunk gondolkodni. Amíg aktívan tanítottam a főiskolán, tanítványaim eleinte, amíg nem ismertek, nem nagyon mertek ellent mondani, én viszont folyamatosan ösztönöztem őket arra, hogy hozzák a maguk véleményét. Tehát nem fog megsértődni a tanárul, de hogy sértődik? Végre lesz egy önálló gondolatod. Aztán majd ütköztetjük a véleményeket, akkor megnézzük, hogy kinek van elegendő érve. Sajnálatos módon a legtöbb közösségben ellentmondani, másképpen gondolkodni nem nagyon lehet, mert kinézik az embert. Ez pedig azt jelenti, hogy egysíkúvá válunk.
Annyit ír még Szigeti Jenő egy ugyanennek a könyvnek az a második kötetében, hogy az egyformaság sátáni, az egység isteni. Csak néhány példát mondanék. Az egyház történelemből mindenki emlékszik még erre a fejezetre, hogy inkvizíció. Egy egész egyház gondolkodott egyformán, annak a vezető rétege, és emberek tízezreit törték kerékbe, égették el mágián, mert nem úgy gondolkodtak, ahogyan ő. Ebben a térségben Husz János volt az egyik, a reformáció előtti reformátor, akit azért égettek el mágián, mert bár bibliai módon gondolkodott, de nem úgy, mint a hivatalos egyház. És hány-hány olyan példa van arra, amikor a másképpen gondolkodókat kidobják, kivetik maguk közül. Pedig de jó lenne, hogyha lenne egy kis pezsgés, egy kis változás. A régi görögök úgy gondolkodtak, hogyha nincs kritikusod, akkor pénzen is vegyél magadnak kritikust. Áldozz anyagiakat is érte. Mert az nem rossz dolog, az nagyon jó dolog, hogy valaki felhívja a figyelmed, hogy nem egész világos, amit mondasz. Ha ez most nem egy ilyen liturgikus esemény lenne, akkor egy párbeszédet, egy beszélgetést tudnánk kialakítani. Egy házi csoportban ez kiválóan működik, és bármikor félbe lehetne szakítani. Hát itt most nem is illik, meg hát nem is jutnánk sokra, hogy ennyi embernek annyi féle véleménye, hát nehezen lehetne egyeztetni ezt, de remélem, hogy amit elhangzik, arról majd magánbeszélgetésekben beszélgetni fogtok, és ütköztetitek, és lehet másképpen gondolkodni. A lényeg az, hogy ihletett módon gondolkodjunk. Tehát ne a mi nagy okos eszünknek a gondolatait hozzuk be, meg az élettapasztalatunkat, hanem amit a lélek sugall. A tanítványok itt a bevonuláskor, a világvasárnapi bevonuláskor nem úgy gondolkodtak, ahogy a lélek sugalta volna. Jézus már előre megmondta teljesen világosan, hogy mi fog történni, nem is egyszer, és ők mintha egyik fülükön be, másikon ki. És nagyon érdekes, hogy ez náluk szinte rögeszme maradt, mert Jézus már feltámadt. Már 40 napon keresztül tanítja őket tovább arról, ami 3 éven keresztül az egyetlen tantárgy volt, az Isten királyi uralmáról. Ez az egyetlen tantárgy volt az ő bibliai iskolájában, hogy Isten hogyan valósítja meg az ő királyi uralmát a tanítványai életében. 40 napon keresztül intenzív tanfolyamon tanítja tovább Jézus ezt, és a tanítványok ezt a kérdést teszik fel, hogy mikor állított helyre Izraelnek a politikai királyságát? És Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok tudni az idő múlását és az idő alkalmait. Ez az Istennél van elrejtve. Tehát nagyon is szükségünk van arra, hogy ráhangolódjunk arra a gondolkodásmódra, amit Isten sugall nekünk a Szentlélek által. Most a Krisztus teste gondolatvilágában, és remélem, hogy mire végére érünk ennek a rövid gondolatmenetnek, eljutunk oda, hogy igenis mi szeretnénk Krisztus testeként működni itt Kecskeméten. És az Úr azt mondja, jó, látom a szándékotokat, még nem értétek el, de én már megelőlegezem azt, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, az én testem vagytok itt Kecskeméten. Miről van szó? Arról van szó, ahogy ugyanebben a levélben Pál beszél arról, hogy a gyülekezetnek a feje Krisztus. Meg az Efézusi levél 5. fejezetében is szó van róla, hogy ő a fej, mi pedig a tagjai vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem mi vagyunk a kezdeményezők, hanem teljes alárendeltségben, függőségben, de nem csak az Úrtól való függőségben, hanem kölcsönös függőségben.
egymástól is függő állapotban valósítjuk meg, mutatjuk be Krisztus testét a társadalomban, a hétköznapokban, ki ahol van. Mert hiába vagy egyedül a gyülekezetből egy adott élethelyzetben, ha nem tudod magad mögött az egész gyülekezetnek a lelki támogatását, az imáját, akkor magányos lennél. De így tudhatod azt, hogy akárhol vagy, az egész gyülekezet érted imádkozik, mert nem mindegy nekünk az, hogy a tag, az a tag, aki te vagy, vagy én vagyok, az győzelmet arat azon a napon, vagy kudarcot vall. Ezért lényeges az, hogy állandó összeköttetésben legyünk az Úrral, és állandóan egymásért imádkozva törekedjünk arra, hogy a testvérünk győzelmes legyen, betöltse azt a funkciót. Ahogy láttuk a másik idézett szakaszból, hogy Isten gondoskodik arról, hogy mi Krisztus testeként be tudjuk tölteni, alkalmasak legyünk arra, hogy azt a feladatot, amit Jézus elkezdett, azt mi folytatni tudjuk. Ugyanis mielőtt búcsúzik, János evangéliuma beszél erről, azt mondja, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek el, nem jön majd el a másik pártfogó. És ő majd elvezet titeket a teljes igazságra, és azt mondja, hogy akkor majd ti ugyanazokat fogjátok cselekedni, amit én cselekedtem, sőt, nagyobbakat is annál, mert én az én atyámhoz megyek. Nagyon érdekes, csak ez az utolsó gondolat. Amikor Jézus itt volt a földön, két állandó támasza volt, az Atya Isten, ugyanis ő nem a maga programját hajtotta végre, Jézus, amikor itt volt. Azt mondja, a fiú nem tesz semmit, csak azt, amit az atyánál lát. Tehát figyelte az atyát, és cselekedte azt, amit az atya kezdeményezett. És nem tett semmit, a Szentlélek energiája, vezetése, segítsége nélkül. Neki tehát két támasza volt, nekünk pedig hány támaszunk van? Az Atya, Fiú és a Szentlélek Úristen, a Szentlélek ajándékokat oszt, a Fiú szolgálati megbízatást ad, az Atya pedig a lényegét áramoltatja át rajtunk, mert az ő lényege az, hogy az Isten a szeretet. És ez a szeretet képesség kiárad a mi szívünkbe a Szentlélek által, a Róma 5.5-ben olvasunk erről, aki adatot nékünk. Képessé tesz bennünket az isteni energia továbbadására. Ugyanis mi nem szórakoztatjuk az embereket, nem csodálatra késztetjük az embereket, hanem azt akarjuk, hogy hívő és hitetlen teljes bizonyossággal kimondja, hogy van Isten. Mert találkoztam vele. Belém áradt az ő szeretet energiája. Ez minden megnyilvánulásnak, ez a karizmáknak, az ajándékoknak a célja, ez a szolgálatoknak a célja, hogy találkozzanak az emberek az Isten áldozatos, magyarázattal meg nem magyarázható szeretetével. Észérv nem tudja megmondani, hogy az Isten miért szeret bennünket. Ugyanis neki nincs szüksége ránk, neki semmire nincs szüksége, mindene megvan. Tehát őt nem készteti semmi, hogy tegyen valami jót velünk, hogy jobban érezze magát. Nagyon jó meg lehetne nélkülünk is. És ennek ellenére magyarázatot nem találunk rá ugyan, de szeret bennünket. Méltatlanok vagyunk erre a szeretetre, és mégis szeret bennünket. Sokszor elesünk, elbukunk, engedetlenek vagyunk, bénák vagyunk, némák vagyunk, vakok vagyunk, és szeret bennünket. De ő ezzel a szeretetével az ajándékokon és a szolgálatokon keresztül ki akar szeretni bennünket a bénaságból, a némaságból, a vakságból,
az engedetlenségből, hogy végre igazán jól működő testként jelenjünk meg ebben a világban. Sokszor az embernek az az érzése, hogy Krisztus teste, ahol van is élet, mintha olyan lenne, mint aki fizikálisan fogyatékos. Szeretném mozgatni a karját, kezét, de nem úgy mozdul, ahogy kellene. Mert valahogy az összeköttetés az aggyal nem tökéletes. Ilyenek vagyunk mi is sokszor. Az Úr küld bennünket, és mi vitatkozunk vele, meg megmagyarázzuk, hogy miért nem megyünk, meg hogy alkalmatlanok vagyunk, meg hogy méltatlanok vagyunk, meg hogy tanulatlanok vagyunk, felkészületlenek vagyunk, meg nem tartozunk abba a csoportba, akiknek ezt a szolgálatot kellene végeznie, és kezdünk hasonlítani a társadalomhoz, mert a társadalomnak a túlnyomó része ugyanilyen. Tehetne egy csomó mindent a saját népcsoportjáért, a saját környezetéért, és nem tesz. Majd csinálják ezt azok, akiknek erre megbizatásuk van, akiket megválasztottunk, ők majd mindent elvégeznek, és mi majd legfeljebb kritizáljuk őket utólag. Máshogyan néznénk ki, hogyha mindenki tevőlegesen részt venne ennek az emberi társadalomnak a jobbá tételén. De nyilvánvaló, hogy itt most nem valami politikai vagy szociológiai programot akarok meghirdetni nektek, ugyanis az emberi társadalmunknak nem az a legnagyobb baja, hogy gazdasági válság van, az, hogy munkanélküliség van, az, hogy nincs fejlődés, az, hogy a bankok nem kölcsönöznek, meg hogy túl sokat kell fizetnünk adókat. Nem ez a legnagyobb baja. A legnagyobb baja az, hogy az önzés, a szeretetlenség, a széthúzás pusztítja a társadalmunkat. És Isten Krisztus testét pontosan erre akarja felhasználni, hogy megjelenjünk és mutassunk egy alternatívát. Egy világos, érthető választási lehetőséget. Bemutassuk, mint hegyen épített város, mint egy alternatív társadalom, hogy lehet úgy élni, hogy nem önzők, hanem adakozók, áldozatot vállalók vagyunk, megbocsátunk, segítjük egymást, együtt sírunk a sírókkal, és együtt örülünk az örülőkkel. Be lehet mutatni azt, hogy a gyülekezeten belül nincs különbség magyar, meg roma, meg sváb, meg román, vagy egyéb más etnikum között. Itt mindenki testvér. Egyforma joggal van jelen. Nem számít a bőrszín. Az első pünkösdi pásztorok egyik ezt úgy mondta, hogy Jézus vére elmosta a színbeli különbségeket. Lemosta a bőrszínbeli különbségeket. És valósággal így van. Mert Krisztus Jézusban nincs különbség görög és zsidó, rabszolga és szabad, vagy egy másik helyen a Galata levélben azt mondja Pál apostol, férfi és nő között. Ezek a különbségek nem jelentősek. Egy dolog számít csak, hogy amit kaptál, azon hűséges vagy-e, vagy nem. Forgatod-e azokat a talentumokat, használod-e azokat a karizmákat, amit az Úr adott, vagy elásod, parlagon hagyod, használaton kívül hagyod, mondván az, hogy nagyon szigorú az én uram, megőrzöm ezt az egyet, nehogy valaki ellopja tőlem. És az Úrnak ma is ez a válasza, mint a példázatban, te rest és gonosz szolga. Azt az egyet is elveszem tőled. Odaadom majd másnak, ugyanakkor, ha te megsokszoroztad, használtad az ajándékaidat, akkor az Úr áldásával még többet ad neked, újabb és újabb ajándékokat. Nézzük meg, ez a sokszínűség hogyan mutatkozik meg. Már utaltam elmúlt alkalommal is arra, hogy ne úgy képzeljétek el, hogy a Krisztus teste az így a gyülekezeti liturgiai eseményen, amikor összejövünk, hogy dicsőítsük az Urat, hogy imádkozzunk, hogy meghallgassuk az ige hirdetést, meg a hirdetéseket. Nem, ez a 168 órából 2.
maximum 3 óra. Ha hétköznap is van, akkor még jön hozzá 3 óra. A test az nem élhet így. Az vagy 168 órában él és funkcionál, vagy tetsz halott, vagy kómában van. De ha igazán élni akarunk, akkor a napi 24 órában vagyunk Krisztus teste. Bárhol vagyunk, Krisztus testeként működünk. Imádkozunk egymásért, drukkolunk azért, hogy sikerüljön a testvéremnek a vizsgája, vagy az a feladat, amit a főnökétől kapott, azt jól el tudja látni, vagy nehéz helyzetben áll, anyagilag kijöjjön abból a gödörből. Segítünk is, de imádkozunk is, hogy ő is jól álljon hozzá a nehéz helyzetéhez. A legkisebb fiam gyülekezetében, amikor a nagy világválság kitört, akkor a gyülekezet egy döntést hozott, hogy egy éven belül felszámolják a több ezer fős gyülekezet minden tagjának a banki adósságát. És akiknek olyan különösen hitelkártya adósságok, ezek a legveszélyesebbek, mert könnyen költöd a pénzt, mert a bank ad hitelt, de aztán, amikor vissza kell fizetni, akkor vastagon beszedik kamatos túl. És sokan belementek ebbe, könnyen költöttek, és a gazdasági válság egyszerűen fizetésképtelenné váltak. És a gyülekezet vezetősége azt mondta, pénzügyi tanácsadók is összegyűltek, és azt mondták, hogy a testvéreink házát ne árverezze el egyetlen bank se, a kocsiját, ami munkaeszköz nekik, munkahelyre nem tudnak máshogy eljutni, ne vigyék el, ezért mi felsorakozunk a testvérek mellett. Összefogott az egész gyülekezet, és egy éven belül senkinek nem maradt bankadósága. De ez nem úgy volt, hogy adtuk, mint a Lukas vödörbe öntik a pénzt, és aztán utána ugyanolyan felelőtlen lesz a testvér, és megint költekezik, túlköltekezik, hanem pénzügyi tanácsadót is adtak mellé, megvizsgálták azt, hogy miért jutott ilyen helyzetbe, és tanácsot adtak, és segítettek neki, hogy még egyszer ez elő ne forduljon. Ez egy tipikus eset arra, amikor az egész gyülekezet, amikor sír az egyik, vagy fáj valamilyen valakinek, vagy problémás valami valakinek, az egész gyülekezetnek fáj. Ez sokkal különb, mint amit a társadalomban bárhol is bemutathatnak, mert ennek a nyomát nem lehet látni, se a kis szűk társadalomban, se a nagy társadalomban. Pontosan az ellenkezője nem az a szeretet, ez az áldozatos szeretet, hanem az önzés törvénye uralkodik. Tehát ezen a testen belül együtt sírunk, együtt nevetünk. Ahogy mondtam már korábban is előző alkalommal, hogy amit mi házasságkötéskor megszoktunk fogadni, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, szegénységben, gazdagságban kitartunk egymás mellett. Különösen az új tagoknak, akik majd tagok lesznek, azoknak ajánlanám a figyelmébe, hogy gondoljátok ezt át, ez legalább annyira fontos, hogy a gyülekezettel jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban, egészségben, betegségben, mindenütt ki fogok tartani. Azon munkálkodom, hogy a gyülekezet Krisztus testeként tudjon munkálkodni. Úgy jelenjen meg ebben a társadalomban. Most alapvetően ehhez az szükséges, hogy a gyülekezet belül mindenki a maga területén megtalálja azt a feladatkört, amire az Úr elhívta őt. Múlt alkalommal említettem már azt, hogy a bemerítések különféle formái találhatók az Új Szövetségben, amit most néhány testvérünk átélt, a vízbe való bemerítkezés a hitük megvallásával, egy hitbeli meghalás a régi életformának, a régi életrendnek, és feltámadtak egy teljesen új életformára, amikor már közösségért élek, amikor már nem az én egyéni érdekeimet keresem, hanem azt keresem, hogy az egész gyülekezet, sőt, az egész emberiség, vagy szűkebben Kecskemét lakosságának az érdekeit fogom szolgálni, ami nekik jó. És ez túlmutat az anyagi
az intellektuális, az oktatási és egyéb érdekeken, meg a lakhatási, munkahelyi érdekeken, az örökké valóság érdeke, hogy itt minél több ember ne csak találkozzon az Úrral, hanem hazataláljon a Teremtőjéhez, és vele töltse az örökké valóságot. Ez a mi távlati célunk. Ez Krisztus testének a valóságos célja. Ezt a munkát kell tovább folytatnunk, amit Jézus Krisztus elkezdett. Ahhoz, hogy magunkat Krisztus testének tekinthessük, bizonyos feltételeknek meg kell felelnünk. Képzeljünk most el egy esetet, egy bűnesetet. Nem ismerik a tettest, aki elkövette. Mi az, amire törekednek a nyomozók, hogy rá tudják valaki? Nincs tanú, nem látta senki se. Mit keresnek a nyomozók ahhoz, hogy rá tudják bizonyítani, hogy ki követte el azt a bűntettet? Hangosabban a hölgyek itt, igen. DNS bizonyítékot. Nagyon köszönöm a segítséget. Mert ez azonosítja azt a személyt. Letagadhatatlanul, teljes biztonsággal. És most nagyon röviden, mert a DNS az gyakorlatilag egy nagy molekula, szerves molekula, ami hihetetlen sok információt tartalmaz. Ha ezt mondjuk le kellene írni, és le is írták, ezért kapott Nobel-díjat az egyik tudós, akkor ha innen vesszük, a falig elmennének, és könyveket raknánk, ennyi könyv kellene, könyvlap kellene, hogy ezt a kódot, amit egyetlen egy ilyen szerves vegyület tartalmaz, amiben benne van minden, annak az adott lénynek az alkata, aztán a ember esetében a bőrszíne, a hajszíne, a szemeszíne, a csontszerkezete, egyéb minden tulajdonságuk benne vannak abban a DNS-ben. Na, ez érdekel bennünket is, Krisztus testével kapcsolatosan. Ugyanis Krisztus testének is, vagyis mondhatnám azt, Krisztusnak is van egyfajta DNS-e. Na, nem a fizikai DNS, mert nem marad fönn. Próbálkoztak torinói lepel, meg egyéb minden ilyen butaságokkal. Nem ez a lényeg. Nem marad fönn, mert agyon csókolgatnák már a kegyes emberek. Azért nem marad fönn semmi belőle fizikálisan. De neki van egy spirituális DNS-e. Azok a jellemzők, amelyek minden más vallási vezetőtől megkülönböztetik, és ezek közül, mivel ez hihetetlen, bonyolult, nagyon sok információt tartalmazó, ezért néhányat tudok csak megemlíteni ezek közül, a tulajdonságok közül. Az egyszerűség ott mutatkozik meg, hogy akik megfejtették a DNS-t, az emberi DNS-t, azok gyakorlatilag négy betűvel írták le. Ennek a négy betűnek a kombinációjából állt elő az a hihetetlen sok információ. Krisztus teste, Krisztus lényének a DNS és nagyon-nagyon egyszerű. Nem valami filozófiai magasságokban van. Először is, mi az ő alapvető DNS tulajdonsága? Azt mondja Jézus, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ha te Krisztus testének a tagja vagy, akkor jellemző kell, hogy legyen rád is, hogy nem az érdekel, hogy te mit kapsz, ezt Kennedy elnök is annak idején elmondta Berlinben, meg máshol is, hogy mit kapsz a nemzetettől, vagy mit kapsz Istentől, hanem mit akarsz adni, mit tudsz adni. Jézus bemutatta, hogy az ő életének a lényege az, hogy adni, adni és adni. Más igehelyek is alátámasztják, hogy jobb adni, mint kapni. A következő jellemzője az, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Ha te Krisztus DNS-ét hordozod, ha az ő testének a tagja vagy, akkor téged érdekelnek az elveszettek. Nem mész el mellettük,
mint a irgalmas samaritánus példázatában, elment a pap is, meg a lévita is mellette, a szegény, kirabolt, megsebzett ember mellett, hanem odamész és szolgálsz a saját vagyonodból is, a saját idődből, nem kímélve a fáradtságot sem, és szolgálsz, és adni akarsz, megkeresni. Nekünk az a könnyebb dolgunk, hogy nem nagyon kell keresni az elveszett embereket. Annyi van körülöttünk, hogy lépten nyomon beléjük botlunk. És csak arra kell figyelnünk, hogy az Isten milyen szót ad a szánkba, mert az emberi szövegünkre ők nem kíváncsiak, nem is érnek vele semmit, hanem nekik az kell, hogy prófétai szó hangozzon, amit Szigeti Jenő az álom, akiknek nincsenek már álmai, akik nem kapnak mennyei látást, azok elvadulnak, degenerálódnak, hasonlóak lesznek, mint a többi ember, és nem hasonlítanak többé Krisztushoz. És Jézus azért jött, hogy megkeresse. De kevés az megkeresni, meg is kell tartani. Nagyon sok gyülekezet igen aktív az evangelizáció első fázisában, hogy megkeresse az embereket. Kimennek a terekre, keresztutakra, különféle módon próbálják becsalogatni az embereket a gyülekezetbe, de egyszer bekerülnek, utána kezdődik a magányosság korszaka, mert senki nem törődik vele. Már benn vannak, már fizetik a tizedet, részt vesznek, lelkesednek, minden, és élik tovább a magányos életüket, nem törődik senki sem. Megtartani, nevelni őket, felnevelni a nagykorúságra. A zsidó levélben úgy panaszkodik a levélíró, 6. fejezetben, hogy 5. végén és a 6. hogy nektek már régen mind tanítóknak kellene lennetek, és mégis arra van szüksége, getek, hogy valaki tej italával tápláljon titeket. Hiányzott ez a nagykorúvá válás abban a gyülekezeti közösségben. És maradnak a csecsemők, és akkor sok gyülekezetünk úgy néz ki, mint egy nagy bölcsöde. Még időnként tisztába is kell tenni a tagjainkat, mert nem tudnak még maguk tisztálkodni sem. Nem szobatiszták, nem gyülekezett tiszták még sok esetben, és annyi baj van velük, és nem nőttek fel arra, hogy mások tanítására, mások segítésére alkalmasak legyenek. Nem tanulták meg azt, hogy jobb adni időből, pénzből, tehetségünkből. Egyszer Szent Bernát gondolkodott a szeretet különféle fokain, és 4 fokozatot említett meg, és ezt most megemlíteném én is nektek. Azt mondja, a szeretetnek a legalacsonyabb foka az, hogy szeretlek téged magamért. Szeretetnek hangzik, de az isteni szeretethez képest ez nem bizonyul szeretetnek. De van ember, aki azt képzeli, hogy hát ő úgy szereti az embereket, hogyha abból neki haszna van. Ha nincs haszna, akkor már dobja őket. A második fokozatot, szeretlek téged magadért. Észreveszem benned az értéket. Aztán szerettem magamat, magamért, ez lett volna a legelső szint, szeretem magamat magamért. Tehát ezek az egoisták, akik csak magukkal vannak elfoglalva, és azt képzelik, mindenkinél jobbak. És Szent Bernát úgy fogalmazta meg, hogy a szeretet legmagasabb foka az, hogy szeretem magamat, érted. Most ez lehet, hogy meglepő számotokra, mert úgy képzeljük, hogy a magam szeretete az valahogy nem illik bele ebbe a bibliai gondolkodásmódba, de ha belegondoltok, hogy a Krisztus testével kapcsolatosan az Efézusi Levél 4. fejezetében, a 16. versben Pál apostol azt mondja, hogy minden egyes tag a testen belül gondoskodik a maga növekedéséről. Hogy így az egész test szépen egybe szerkesztve épüljön szeretetben. Arról van itt szó,
hogy Isten elvárja tőlünk, hogy amit kaptunk, azt fejlesszük. Ha van szakmai ismereted, a gyülekezet érdekében is, és az emberiség érdekében is fejleszd. Nem maradhatsz meg azon a szinten, ahol a diploma megszerzése után voltál. Folyamatosan kötelességet fejleszteni, hogy hasznosabbá válj a társadalomban is, és a gyülekezetben is. Akkor szeretsz igazán, ha törődsz magaddal, ha fejleszted magadat, ha törődsz, szánsz időt arra, hogy saját növekedésed érdekében is olvasd a Bibliát. Nem csak azért, mert majd prédikálni kell belőle, vagy majd bizonságot kell tenni belőle, meg majd két várra fektetem a Jehova tanút, meg a egyéb hamis tanút. Nem ezért. Azért, hogy a gyülekezetnek hasznosabb tagja legyél. Hogy ne hordozzanak téged csupán teherként, azt is el kell fogadnunk időnként, hogyha betegek vagyunk, ha gyengék vagyunk, ha megbotlottunk. De nem ez a cél, hanem az, hogy egyre inkább növekedjek abban a szolgálatban. Ugyanis ha magaddal nem törődsz, ha magadat nem fogadod el, egyik legnagyobb probléma, na én nekem 30 éves koromig ez volt az egyik legnagyobb görcsöm, hogy nem tudtam magamat elfogadni. Másokhoz hasonlítottam magamat, ezért nem tudtam beszélni, nem tudtam kapcsolatokat teremteni, görcsbe voltam, és a fordulópontot az jelentett, amire Viktor is utalt, hogy szükséges ez, hogy beteljesedjenek, akik most bemerítkeztek Szentlélekkel. Amikor a Szentlélek átvette az uralmat, és attól kezdve nem féltem az emberektől. És attól kezdve tudtam, hogy felelős vagyok a magam fejlődéséért. Nagyon jó dolog, hogy másokon keresztül táplál az Úr, de mi van akkor, ha nem kapok éppen aktuális táplálékot, akkor is felelős vagyok a magam fejlődéséért. Mikor katona voltam az első időszakban, kétszer is voltam, annyira megkedveltek, hogy még egyszer behívtak, akkor ugyan volt egy kis új szövetségem, de nem mindig tudtam kivinni az őrszolgálatba. Aztán egyszer meg is találták, és akkor büntető időszak jött. De akkor jöttek elő azok a kívülre megtanult igeversek. És táplálkoztam abból, amit előzőleg elraktároztam. Nagyon sok esetben elfelejtjük azt, hogy nem tudni, hogy meddig lesz még nyomtatott szentírás a kezünkben. És nekünk akkor is az igéből kell táplálkoznunk. Ezért törekedjünk, hogy építsük magunkat. Nagyon lényeges, hogy mindenki a maga területén fejlődjön, egyre inkább kiteljesedjen. Ugyanis a gyülekezet nem csak létszámban növekszik, hanem lényeges az, hogy minőségben is növekedjünk. Akik még kezdők bizonyos szolgálatban, azok kiteljesedjenek. Timóteus elkezdte presbiterként a lisztrai gyülekezetben, aztán Pál mellett evangélista, gyülekezet plántáló, később apostolnak nevezi Titusszal együtt őt is, meg Andronikusszal együtt, növekedett a szolgálatban. Aztán egy nagy gyülekezet, az efézusi gyülekezetnek volt az egyik munkatársa. Úgyhogy Pál vele levelezett, és őt tanácsolta, hogy hogyan segítse a többi szolgálattevőnek a szolgálatát. Pál munkatársai mind növekedtek a szolgálatban. Ő neki nem az volt a célja, hogy létszámbeli növekedés legyen, hiszen amikor evangelizált valahol, ez különösen az első missziói út leírásában látjuk, ott töltött heteket, hónapokat, presbitereket választottak utána, mert előtte tanították a gyülekezetet, keresték az alkalmasokat és beállították a szolgálatba. Ez nagyon-nagyon lényeges, hogy minőségi növekedés legyen. A lényeg az, hogy minél inkább haladunk előre a lelki fejlődésbe, annál inkább növekszik a függőségünk az Úrtól. Ha veszünk egy ószövetségi profétai képet, az Ezékiel 47-ben olvasunk egy képről, az Isten trónjából ered egy folyó, egy kis erecske, és indul a holtenger felé, és először bokáig ér a víz, aztán megyünk 500 métert, már térdig ér, újabb 500 métert,
már derékig ér, aztán utána már csak úszni lehet benne. Na, ez a növekedésnek az élethelyzete. Amikor még kezdő vagy a növekedésben, még arra mész, amerre akarsz, még a saját akaratodnak van jelentősége, ahogy haladsz előre a növekedésbe, egyre nagyobb lesz a függőséged. Egyre inkább az Úr határozza meg, hogy hova sodor, hogy milyen feladatot bíz rád. Ezt Krisztus testén belül is el akarja végezni az Úr, hogy minden egyes tag gondoskodjon a maga növekedéséről, úgy is mondhatnám, hogy el tudja készíteni maga étrendjét naponta, akkor is, amikor nincs összejövetel, akkor is a táplálékot föl tudja dolgozni, és abból energiát nyerjen. Krisztus testén belül ugyanakkor különféle funkcióknak kell működni. Rendszerek működnek a Krisztus testén belül, mind ugyanaz szerint, az alapelvek szerint működnek. Ahogy már korábban említettem a DNS jellemzőket, Jézus azt mondja, az Úrnak lelke van én rajtam, azért, mert felkent engem. A Krisztus testén belül nekünk ugyan önálló kenetünk nincs, hanem az ő kenete árad ránk, mint Áron szakállán végig folyt az olaj, a Krisztusból fakadó felkenetésünk van. Önmagunkban nincs felkenetésünk, nincs önállóságunk, tőle függünk teljesen. Azért, mert a Szentlélek ereje, vezetése, irányítása, vezérlése nélkül képtelenek vagyunk teljesíteni a feladatunkat. Miért kent fel? Azért, hogy a vakok lássanak. Emberi szemeket nyissunk meg. Ez fizikálisan is lehetséges, hiszen Jézus megadta nekünk az ígéretet, hogy ti is ugyanazt fogjátok cselekedni. Ő nem csak lelki vakok szemét nyitotta meg, fizikális vakok szemét is. És az Úr téged küld valahova, nem a magad ambíciója, meg a hiúságod, mert az becsaphat bennünket, hanem tudod, félreérthetetlenül, hogy ez az Úr irányítása. És nagyon érdekes, én azt tapasztaltam, hogy ez általában úgy jelenti, hogy én nem nagyon akarok menni. Tehát nem az, hogy olyan ambícióm van, hogy megyek a temetőbe, aztán az összes halott föltámad, én leszek benne a címlapon, a városi újságban, milyen híres lesz a pünkösdi gyülekezet. De különösen én, ugye? Nem erről van szó. Hanem nem akarod csinálni. Nagyon nem tetszik neked, és az Úr szinte belelők abba a feladatba. De azt mondod, hogy igen, Uram, te vagy a főnök. Végrehajtom, amit rám bíztál. Félelemmel és reszketéssel tesszük, mert tudjuk nagyon jól, hogy síkos talaj ez, különösen ha csodák történnek. Nagyon kell vigyáznunk, hogy ne kerüljünk abba a sorba. Nagyon sok híres evangelizátor az élete végén elbukott. Pontosan azért, mert a kísértésekben nem tudtak megállni. Veszélyes terület, de fontos, hogy végigjárjuk el. Fizikai vakoknak a szeme, fizikai sántáknak a lába gyógyuljon meg. De a kétfelé sántikálók, a álhatatlan emberek is meggyógyuljanak. Isten azt akarja elvégezni a testén keresztül, hogy egyre inkább ezt a szolgálatot is betöltsük. Aztán a foglyoknak szabadulást hirdessünk. Örülök, hogy elkezdtétek már, de ezt folytatni kell, börtönmisszió. A női börtönbe, a férfi börtönbe, de azoknak a foglyoknak is, akik magukat szabadnak képzelik, talán jómódúak, és az anyagnak, a pénznek a fogjai, a szenvedélyeknek a rabjai, azoknak is szabadulást hirdessetek. Ez Jézus Krisztus DNS-ének az egyik jellemzője. Nekünk is ezt kell cselekednünk, ahogy Jézus megígérte, cselekedni fogjátok, sőt nagyobbakat is annál. Mert megsokszorozódik az a cselekedet. Ugyanis amíg Jézus itt volt, ő egyszerre csak egy helyen volt jelen. Egy helyen tudta végezni a szabadító szolgálatát, a gyógyító szolgálatát, az örömhír hirdető szolgálatát. Ma pedig a nap 24 órájában, minden órában, szerte a világon Krisztus testének valamelyik része végzi ezt a szolgálatot. És az Úr azt akarja, hogy ti is végezzétek ezt a szolgálatot. És a szegényeknek, a kisemmizetteknek, a 4 millió magyarnak, aki a nyomor szintjén él, a kitaszítottaknak, az özvegyeknek, az árváknak hirdessétek a jó hírt,
hogy az Isten szereti őket. Az Istennek terve van velük. Az Isten ki akarja őket szabadítani, nem csak az anyagi problémákból, meg a fizikai betegségekből, hanem ki akarja szabadítani őket a sátán rabláncából. Meg akarja őket áldani, és tartalmat akar, új tartalmat akar adni az életüknek. Igen, ezt a szolgálatot végezni kell a Krisztus testének. De hogyan? Nem egysíkúan, sokszínűen. Ahogyan a Krisztus testén belül is különféle rendszereknek kell működni, működnie kell először is egy összehangoltságnak. Erre látunk egy olyan ajándékot, a kormányzásnak az ajándékát, ami az idegrendszerhez hasonló szolgálat, ugyanis összehangoljuk a mozgásainkat, a látható és a láthatatlan mozgásokat az idegrendszerünkön keresztül az agy vezérli ezeket. Krisztus akarja vezérelni a Szentlélek által a mi cselekedeteinket. És a gyülekezeten belül kell, hogy legyen egy ilyenfajta kormányzás, egy ilyenfajta menedzsment, amit nem New Age-es iskolákba tanult menedzsment alapján végzünk, hanem az Úrtól tanuljuk meg, hogy hogyan akar bennünket irányítani. Milyen végtelen nagy az ő hatalma rajtunk hívő embereken. Ezt akarja bemutatni az Úr a gyülekezeten keresztül. De szükség van arra is, hogy vérkeringés legyen. A krisztusi tanításnak az alap eleméje eljussanak minden egyes kis sejtbe. De hiába jutna el a táplálék minden egyes sejtbe, ha nem kapna energiát, oxigént, ha nem kapnánk mennyei látást a Szentlélek által, ha nem működne a profétai szolgálat a gyülekezetben, ha hiányozna ez a lélegzetvétel, hogy mennyei levegőt szívjunk magunkba itt a szennyezett világunkban, erkölcsileg és fizikailag is szennyezett világunkban. Isten azt akarja, hogy mi miközben ilyen rossz a körülmény, politikailag, szociálisan, emberileg, széthullanak a családok, a társadalom is széthull, új levegőt hozunk, és hozzuk az Úrnak az üzenetét, profétikus, aktuális üzenetét. Nagyon érdekes, sokszor úgy képzeljük, hogy a szánkon keresztül lélegzünk, ennyi a lélegzés. De az egyik sógoromnak a halála döbbentett rá engem arra, hogy elhanyagoljuk azt a lélegzési felületet, a bőrünknek a felületét, amikor neki megsérült, megégett a bőr felszíne, belehalt. A gyülekezetnek is szüksége van, hogy nem csak profétai módon, hanem minden egyes testvérünk, aki érintkezik a társadalommal, az a felszínünk, ami a környező világgal kapcsolatban van, az hozzon nekünk információt. Ugyanis mi kétfajta információból táplálkozunk, egyiket a hírekben, meg a napilapokban halljuk, hogy mi minden rossz történik ebben a világban, a jóról nem igen tudunk, de azt a szemünkkel látjuk, meg a fülünkkel halljuk, amerre mozgunk, látjuk pozitív és negatív dolgokat, de ha csak ezt látnánk, akkor elkeserednénk. Akkor bedobnánk a törülközőt. De az Úr gondoskodik arra, hogy profétai hangon keresztül aktuális mennyei üzenetet, választ adjon arra a problémára, amit fizikailag is érzékelünk, amit hallunk a hírekből, a sajtóból, saját fülünkkel, szemünkkel érzékelünk. Arra adjunk egy mennyei választ. De szükség van arra is, hogy a testünkön belül legyen egy védelmi rendszer, hogy mindenféle hamis tanítást ne tudja tönkretenni, megbetegíteni Krisztus gyülekezetét, Krisztus testét. Vigyázzunk tehát, sírjunk együtt a sírókkal, de szükséges, hogy gyülekezetből kinőjön a presbitereknek egy csoportja, akik felkészültek, tudják nagyon jó, hogy mi a Jehova tanúinak, mi a mormonoknak és egyéb hamis tanítóknak a fő trükkje, amivel megpróbálják behálózni a testvéreket, és felkészíteni a szenteket arra, hogy elővigyázatosak legyenek. Ugyanis Isten elhelyezett a testen belül olyan belső szerveket, amelyek egy-egy rendszert működtetnek. Ezeknek a belső szerveknek kettős fontos jelentősége van, vagy tulajdonsága. Egyik az, hogy nem látjuk őket. Nem kell a színpadon lenni nekik.
Nem is ez a fő funkciójuk, hanem az, hogy működtessék azt a rendszert, amit az Úr rájuk bízott. A másik tulajdonságuk az, hogy szünet nélkül dolgoznak, még álmukban is. A gyülekezet az álmuk, meg a társadalom az álmuk, és az Úr akarata az álmuk. És tudjuk nagyon, már a Zsoltáros is elmondta, hogy az ő szerelmesének az Isten még álmában is ad eleget. Ez a jellemzője ezeknek a belső szerveknek. Pál azt mondja, hogy ha te püspökséget kívánsz, akkor jó munkát kívánsz magadnak. Ha valaki tehát egy-egy területnek a felvigyázója, belső szerve szeretne lenni a gyülekezetben, egy ilyen szolgálati területet akar végig, jó munkát kívánsz magadnak, napi 24 órát, heti 168 órást, 365 és negyed napot egy évben, és életed 70-80 évében, vagy amennyit még ad ráadásként az Úr, abban ezt a munkát végezned kell. Ugyanis nem küldheted szabadságra, kikapcsolódásra a szívedet, a tüdődet, a májadat, a vesédet, az emésztőszerveidet, az idegrendszeredet, a csontrendszeredet, az izomrendszeredet nem küldheted. Az immunrendszert nem küldheted szabadságra, ez folyamatosan dolgozik. Egy-egy külső szervünk pihenhet, szemünket pihentethetjük, ha nagy a zaj, akkor a fülünket befoghatjuk. Ez lehetséges, de ezek az létfontosságú szervek, nevezhetjük őket vezetői funkcióknak, akik működtetik motorként, generátorként a gyülekezetnek egy munkaágát, ezek nem szünetelhetnek. Szüntelenül kapcsolatba kell lennünk az Úrral, és erről álmodnak, vagy erről vizionálnak életük teljes egészében. A gyülekezet jelenlegi helyzete az számukra nem egy zsákutca, vagy egy elkeseredési alap, hanem ez egy kiinduló pont. Ezt kell javítani, innen kell tovább lépni. Ha elestünk, mint Dávid mondta, elestem ugyan, de felkelek. Ne örülj ellenségem, elestem, de most felkelek. Tehát az bizonyul ilyen munkásnak, aki kész erre, hogy átlagnál több terhet, erőfeletti terhet hordozzon. Életének minden pillanatában erről gondolkodjon. De közben, ahogy Pál Timóteusnak is mondja, legyen gondod magadra és a tanításra. A kettő együtt. Magadat is gondoznod kell, növekedned kell, erősödnöd, hogy jobban tudj másokért dolgozni. Tehát szeretem magamat, a szolgálatomat, a megbízásomat, a karizmámat, elfogadom hálaadással az Úrról azért, hogy szolgáljak neked. Érted van ez. Ez a fajta gondolkodás, ez tehát nem uralomról szól, mert Jézus azt mondja, ne úgy legyen köztetek, mint a világban van, hogy ott a hatalmasok uralkodnak fölöttük, hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen diakon. Felszolgáló. És aki első akar lenni egy adott feladatkörben, az legyen rabszolga. Akinek csak az Úr parancsol, de felszolgál erején felett is. Akkor is, amikor már úgy gondolja, már nem bírja tovább, akkor is, mert az Úr, ahogy Illésnek megadta a pogácsákon keresztül az erő feletti úthoz az energiát, neked is meg fogja adni ezeket. Isten tehát azt akarja elvégezni, hogy mi így gyülekezetként, sok színű gyülekezetként, sok dimenzióban szolgáló gyülekezetként, nem egymással vetekedve, mert ugye ebben a szakaszban, amit most nem olvastunk fel, vannak példák, hogy azt mondja az egyik testrész, mivel nem vagyok olyan, mint ő, azért nem is tartozom már a testhez. Ez a durcás kisgyerekek, óvodáskorban fordul ez elő, amikor a játékon veszekednek, és akkor nem is beszélek veled. Egy nagykorú ember ki kell, hogy nőjön már ebből a gondolkodásmódból. Tehát nem az a lényeg, hogy én mit kapok, hanem adtam eleget. Kész vagyok-e erőm felett is adakozni. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a soha el nem évülő tized adakozást, azt kidobták az ablakon, mondva, hát az új szövetségben ez nem érvényes.
nem vettem észre, hogy az Úr valaha is érvénytelenítette volna ezt a parancsolatot, hiszen ő azt mondja, ebből a törvényből semmi el nem vész, soha el nem múlik belőle. De hát nem ez a kérdés, hogy vajon megütöm-e az ószövetségi szenteknek a szintjét, az ószövetségi hívő embereknek a szintjét, hanem az, hogy van ennek határa? Jézus az egész életét feláldozta. Idejét, energiát, mindenét. Pál nem csak, hogy adott a gyülekezet növekedésére, hanem egy egész munkatársi csapatot ő látott el. Élelemmel, ruhával, szállásról ő gondoskodott. Kétkezi munkával kereste meg számukra. Tehát vannak itt jó példák, amikor asszonyok például a vagyonukból szolgáltak Jézusnak, ők vettek neki új ruhát, ők biztosították az élelmet, a hajlékot, minden. Az Úr azt akarja, hogy növekedjünk. Az egész test szépen egybeszerkesztve, különféle kapcsolatok segítségével. Ne úgy képzeljük el, hogy a különféle munkaágak a gyülekezetbe mindegyik a maga dolgát csinálja, te ne avatkozz be az enyémbe, hanem össze kell ezeknek kapcsolódni. Harmonikusan egymásra hatniuk kell. Ugyanis képzeljétek el, ha a szív pumpálna a vér, de a tüdő nem segítene be, hogy mindig legyen friss oxigén, és legyen energia elégetni azt az oxigént, és ettől hő keletkezzen, és mozgásenergia legyen belőle, és a szervek működéséhez legyen elegendő energia, ha nem kapna friss oxigén. De fordítva, hiába jönne a tüdőbe a friss oxigén, ha nem lenne vér. Vagy ha az idegrendszer nem hangolná össze, hogy megfelelő tempóban a belégzés, kilégzés legyen. Vagy ha az immunrendszer nem védené a különféle fertőzésektől, és így tovább. Hasonló módon a testem belül is Isten azt akarja, amit én most nem tudok kifejteni, de ha előveszed mondjuk az általános iskolai biológiai könyvedet, vagy a gyerekednek a biológiai könyvét, vagy az unokádét, és elkezded tanulmányozni, az Úr meg fogja mutatni, hogy ugyanennek működnie kell a gyülekezeten belül. Harmonikusan, összehangoltan. Ezt nem ember hangolja össze, ahogy a te biológiai testedet sem ember hangolja össze. Nem az evolúció teremtette ezt meg, mert az evolúció az egy nagy nulla, az egy feltételezés, semmi tudományos alapja nincs. Nem, ezt Isten működteti. Vagy még szorosabban Jézus azt mondja magáról, én vagyok az élet. Én vagyok az élet. És ezt én úgy is értem, hogy az örök élet, de minden élő sejtben azt a csodát, amit a tudósok nem tudtak megfejteni, és soha nem is fognak megfejteni, hogy mi az az élet, mert a DNS az nem az élet, az az élet hordozására alkalmas nagy szerves molekula. De az egész folyamatot az élet, ez a nagybetűs élet, Jézus, aki az élet forrása, aki az élet maga. Ahogy az Isten a szeretet maga, Jézus az élet maga. Rajta keresztül működünk. Testvérem, azt akarja az Úr, hogy így, ilyen összehangoltságban működjen együtt a Krisztus teste, és amikor megjelenünk, akkor akárki szolgál is éppen, akárki látható is éppen egy adott élethelyzetben, az egész test ráhangolódva működjön. Hála Istennek ma olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, mint mondjuk a Pentefon telefonhálózat. Szinte ingyen tudunk egymással beszélgetni, jelzéseket adni egymásnak, használjátok is ki. Vagy mondjuk az, hogy ami itt elhangzik, azt mások is a Ustream-en keresztül hallhatják, láthatják, és így összekapcsolódhatunk. Ha valaki mondjuk külföldön van, tanulmányi úton, vagy ott tanul, vagy üzleti úton, vagy épp szabadságon, akkor is ráhangolódhat arra, ami a gyülekezetben van. Vagy fölhívhatjátok egymást telefonon, vagy internetes telefonon keresztül, Skype-on keresztül tarthatjátok a kapcsolatot. Tehát megvan a lehetőség, hogy teljes összehangoltságban a gyülekezet mindig tudjon mindent a tagjairól. Jelezzünk vissza. Adjunk
kéréseket, ima kéréseket hétközben is. De tegyünk bizonságot, az Úr megsegített, az Úr meggyógyított. Erősítsük egymást ezekkel a bizonságokkal. A Krisztus testén belül nagyon lényeges az, hogy ne legyen magányos ember. Nagyon sok esetben az egyházi szervezetekben, egyházi programokban sok magányos ember ott ül egy fedél alatt, egy imateremben vagy templomban, és semmi közük nincs egymáshoz. Nem ismerik egymást, élethelyzetét, örömét és bánatát, nem is segítenek, nem is tudnának segíteni, nincs kapcsolatuk egymással. Az Úr azonban azt akarja, hogy egy életre összekapcsolódjon a gyülekezet. Jóban, rosszban, szegénységben, gazdagságban, egészségben, betegségben, bármilyen élethelyzetben együtt sírunk, együtt nevetünk, és együtt jutunk be az örökké valóságba. Ez volt az a néhány gondolat, amit most szerettem volna megosztani veletek. A téma nagyon nagy, de én hiszem azt, hogy egyéni biblia tanulmányozásban különféle vezetők ki fogják fejteni még azokat a területeket, amiket nem tudtam elmondani. Egy biztos, hogy vezetővé nem az válik, aki önjelölt, vagy akit megszavaznak. Arról van szó, hogy az Atya elhelyez embereket a testen belül bizonyos funkcióra, vezető funkcióra, hogy működtessenek egy rendszert. A Szentlélek ajándékot ad nekik, vezetői funkciókat, hogy képesek legyenek, eszközöket ad nekik, és vezérli őket, és Krisztus megajándékozza a gyülekezetet apostolokkal, profétákkal, evangélistákkal, pásztortanítókkal, vagy korintoszi levélben kormányzókkal, szeretett szolgálatot, rehabilitációs szolgálatot végző emberekkel, és a sor folytatódik, ugyanis ők, az ő szolgálatuk, és az a rendszer, amit működtetnek a gyülekezetben, ők az egyetlen válasz a társadalom problémáira. Ne álmodjunk arról, hogy politikai pártok, kormányok valaha is meg fogják oldani az emberiség problémáit. Nem ebbe az irányba haladunk. A levegő szennyezettebb, mint valaha, a sarki jég olvad, visszafordíthatatlanul olvad, katasztrófák jönnek, nem csak helyi időjárásban, hanem globálisan is. A társadalom széthullik elemeire, krízis krízis után jön, és utána kullognak, és sok esetben tudnának tenni, de nem tesznek, mert nincs meg a szándék, vagy az áldozatkészség, nem tudják megoldani a problémákat. Ezt a folyamatot csak Isten tudja megállítani. És neki egy terve van, a gyülekezet. Krisztus teste az, aki bemutatja az alternatívát. Nem azt jelenti, hogy az egész emberiség meg fog változni, hanem mintát adnak. Lehetőséget adnak, hogy ehhez a testhez csatlakozzon valaki. Nem kötelező. Az örök élet nem kötelező. De Isten hív, meghív minden embert. Mert ő azt akarja, hogy egyetlen ember ne vesszen el, hanem örök élet legyen minden. A ma 7 milliárd embernek, vagy ha nő a számuk, mindegyiknek örök élete legyen. És a gyülekezet az, akiken keresztül ezt demonstrálni akarja. Nem olvastam fel a 12. fejezet 7. versét, ezzel zárnám. Azt mondja, nekünk mindnyájunknak különféle karizmákkal, különféle diakóniával, különféle energiával megáldott embereknek, mindnyájunknak megadatott, hogy manifesztáljuk a Szent Lelket. Érzékelhetővé, láthatóvá váljon. Editke, amit felolvasott, abban olvastunk olyan keresztényekről, akik íztelenek, szintelenek, szaktalanok, jellegtelenek, láthatatlanok. Isten pedig azt akarja, hogy az a Szentlélek Úristen, az az Atya, az a Fiú, aki ugyan láthatatlan, az láthatóvá váljon, hallhatóvá váljon, tapinthatóvá váljon, érzékelhetővé váljon, vagy még az illata, Krisztus illata is érzékelhetővé váljon, ahol mi megjelenünk. Manifesztáljuk, tehát érzékelhetővé váljon, mert a fizikai ember, aki az 5 érzékszervén keresztül tájékozódik csupán, az képtelen felfogni az Istennek a dolgait, ezért Isten úgy döntött, hogy bennünk ölcsön testet Krisztus. Akivel te találkozol, azt mondja, hogy
láttam Krisztust. Mert a szemedből az ő szeretete nézett ki. Amikor megfogtam a kezedet, akkor mintha Krisztus fogott volna meg. Ezt akarja elérni, hogy érzékelhetővé tegyük az érzéketlen emberek számára, a fogyatékos emberek számára, hiszen nekem meggyőződésem, hogy nem agyalágyult az, aki hisz, hanem annak van egy hatodik érzékszerve, a hit. Egy újabb dimenzióba látja a valóságot. Az emberek, akiknek nincs ilyen élő hitük, nincs élő kapcsolatuk az Istennel, fogyatékosak, nekik kell az, hogy kitapinthatóvá, hallhatóvá, láthatóvá, érzékelhetővé váljon az Isten. És erre hívta el a gyülekezetet. Nem egyes embereket, hogy csodáljanak téged, mint szuperszentet, hanem a gyülekezetet, a közösséget, hogy csodálják azt, hogy ebben a széthúzó világban, ebben az önző világban, ebben a másokat letaroló, másokat leigázó világban még van egy csoport, Krisztus teste, aki áldozatokat hoz, aki másokért él, mások terhét hordozza, és betölti a Krisztus törvényét. Ezen belül azonban megint van egy sorrend, Galácia 6:10, tegyetek jót mindenkivel, de elsősorban a hitünk családjához tartozókkal. Elsősorban a Krisztus testéhez tartozókkal. Ez az elsődleges feladatunk. Ahogyan Timóteusnak írja, hogy az, aki nem tudja jól vezetni a saját családját, az alkalmatlan arra, hogy a gyülekezeten belül szolgálatot végezzen, vezetői funkciót töltsön be. Tehát nekünk is kötelességünk, amíg a gyülekezetben van munkanélküli, amíg a gyülekezetben van hajléktalan, amíg a gyülekezetben van tanulatlan ember, akinek nincs szakmája, addig nekünk ne legyen más külső programunk, hanem segítsük egymást ezen a területen. Amíg valakinek adóssága van, mint a példát mondtam, addig ne menjünk alamizsnát osztani a világba, amíg valaki éhezik a gyülekezetbe, ne menjünk máshova ingyen kosztot osztani, törődjünk tehát egymással. Ehhez azonban kell egy vérkeringés, hogy tudjunk egymásról, hogy értesüljünk időben, ne csak akkor, amikor már beállt a betegség, vagy beállt a halál, akkor veszük észre, hogy baj van. Ehhez tehát a gyülekezetnek az idegrendszere, a gyülekezetnek az immunrendszere, a gyülekezetnek az egyéb rendszere, vérkeringés és a légzési rendszere, ez jó kell, hogy működjön. És akkor a gyülekezetnek meg kell jelenni a társadalomban, mert ezért vagyunk, hogy az emberek, akik nagy sötétségben ülnek, reménytelenségben, nagy világosságot lássanak. Én hiszem azt, hogy az Úr titeket föl fog használni erre. Hiszem azt, hogy növekedni fogtok ebben a felismerésben, és a megvalósításban is. Hiszem azt, hogy ez a sokszínű szolgálat, ami általában nem jellemző a gyülekezeteknek, ez valóságá válik közöttetek, ahol nem számít az, hogy milyen etnikumhoz tartozol, nem számít az, hogy férfi vagy nő, vagy idős vagy fiatal, ezek mind nem számítanak, az se, hogy tapasztalatlan vagy, Isten el akar téged küldeni egy szolgálatba, és akkor indulj és mondj igent neki. Áldjon meg benneteket az Úr, és tegyen áldássá. Nem csak itt Kecskeméten, hanem amerre megfordultok, hogy dicsőítessék a mi Urunknak a neve. Bennetek és általatok. Amen. Köszönjük az ige szolgálatot, küldjük a köszöntésünket a családtagoknak a tengeren túlra, meg akivel csak találkoztok gyülekezeteknek. Visszavárunk benneteket ide hozzánk, legközelebb az indiánok között végzett munkáról is szeretnénk majd hallani, valamint egyéb érdekességekről, amelyek nekünk úgy földrajzilag nagyon kívülesnek és távol vannak, viszont ezt meg tudjuk ígérni, imádkozni fogunk értetek a családért, a munkáért. A hirdetések következnek, ma délután 3 órakor felekezetközi alkalom lesz itt a Békés Csabai gyülekezet vendégszolgálatával. Holnap este elmarad a női kör alkalma, majd később lesz bepótolva. Hétfőn reggel, tehát holnap reggel 6 órakor imóóra itt a gyülekezetben. Az erős férfiak alkalma az nem kedden este lesz kerül megrendezésre, hanem szombaton,
9 órakor az uszodában, tehát az uszoda előtt 9:00-kor kell találkozni. Jövő héten vasárnap, húsvét vasárnap, azt követő héten kedden a gyülekezetünk ad otthont a Kecskemét megyei jogú város egyházügyi bizottságának ülésének. Ez arról szól, hogy a város együttműködési megállapodást fog kötni a gyülekezetünkkel annak érdekében, hogy minél több lehetőséget kapjunk, hogy ezeket a szolgálatokat tudjuk végezni a városban, minél inkább formalizált is legyen ez a kapcsolat a gyülekezet és a város között. Azt kérem, hogy imádkozzatok ezért az alkalomért, ez április 22-én keddel lesz délután. Április 25-én pénteken filmklub, a Royal Rangers focikupa május 17, a Royal Rangers családi nap május 31-e. Hirdetem a könyves pultot meg a könyvtárat, használjátok ezt is, valamint aki adóbevallást készít, ne felejts el az 1%-át az egyházunk javára fölajánlani, a technikai száma 0138. És ezen kívül koncertre van még 40 darab eladó jegy, vagy ingyenes jegy. Igen, melyik koncertre? Május 24, ez az a nap, még odébb van, de azért a naptárba írjátok be. Lacit keressétek a jegyekkel kapcsolatba. Köszönjük a figyelmet, Isten áldjon mindenkit!